Hát jó. Akkor hallja még egyszer. Szép napot kívánunk nektek is, remélem, hogy szép élményeket kaptuk a mai nap folyamán. A tanév utolsó napján rendezték meg a Hunyadis diákok gyereknapját. A borongos reggelen két helyszínen gyülekeztek a diákok, az alsósok a városi strandfürdőben, a felsősök a szemmatanyán leltek programokra. Kisebbeknek közös flashmobbal indult a nap, volt, aki a parton, mások a medencében csatlakoztak, majd strandfoci bajnokság zajlott. Az apáról fiúra népművészeti és kézműves egyesület tagjainak segítségével kézműveskedhettek a tanulók. Bemutatót tartott a Tiszafa hagyományőrző baráti kör, illetve a gyerekek kipróbálhatták az íjászkodást. Voltak nagyméretű játékok, például Jenga, Puzzle, Domino, láthattak készítettek óriási szappanbuborékokat, lehetett trambulinozni és természetesen strandolni a medencében. A felsősök rövid gyalogtúrát tettek a szemmatanyáig, majd sorversenyen mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat az osztályok. Ezt követően a Zanshin Shotokan Karate Egyesület tartott bemutatót. Lehetett pingpongozni, az erejüket Skander versenyen mérhették össze a fiúk és a lányok, ezt mi is kipróbáltuk. Különböző népi játékokat játszhattak a gyerekek, de Mile Ibolya segítségével agyagozhattak is a diákok. A vállalkozó kedvűek kipróbálhattak egy rodeó bikát, ki hosszabb, ki rövidebb ideig bírta a hátán. Igazi pikantériát jelentett a strucok megtekintése, egy rögtönzött biológia óra kerekedett a látogatásból, hiszen a struc kakas épp a faj fenntartással volt elfoglalva. A helyszínen elkészített ebéd elfogyasztását a bolond ballagás előzte még meg, ezzel a nappal pedig gyakorlatilag kezdetét vette a nyári szünet. While we're young.